bikini új bőrtobámban. Nem mutatok ostobán, ha van hozzávaló. Ma már megint pár új gönc. Így jó. Jó hát. Húzzunk fel még egy gardrób szobát. Nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha kés. Na meg itt van két bankkártya és túlélésre mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír. Pont mint egy ridikül. Szép délutánt kívánok mindenkinek, jó napot kívánok. Vajon tudták önök, hogy világszerte átlagosan 10-ből egy felnőtt érintett a vese valamilyen károsodásában? Hogyha ezt itthon nézzük, akkor Magyarországon legalább 500 ezer emberről van szó. Jönnek persze érintettek, akik vesebetegségben mondhatnám szenvedtek, úgyhogy ők elmondják a személyes történetüket, és természetesen érkeznek orvosvendégek is, hiszen a megelőzés fontosságáról is szó lesz a mai ridikülben. Úgyhogy akik már is érkeznek hozzám, Hollós Kata, aki korábban vese transzplantáción esett át, ma pedig már másoknak segít, az Átszervezés Alapítvány kuratóriumi tagjaként köszöntelek szeretettel, és érkezik Hanyu Zsuzsanna is, akinek 2005-ben derült ki a vese elégtelensége, néhány évvel később pedig transzplantáción esett át, a műtét után fél évvel pedig már újra sportolt, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. Zsuzsa, téged is köszöntelek szeretettel. Hát valahogy úgy kezdődhetett, de majd ti meséltek mindjárt, hogy valami nincsen rendben, de hát a legtöbb vesebeteg, akikkel már így műsorokban beszélgettem, azt tudják elmondani, hogy azért nem lehetett egyből konkrétan az elején ezt ráhúzni, hogy itt a veséről van szó. Kata? Hát nálam mesélt. Például nem tudtuk, hogy miről van szó. Én vagyok az egyik ilyen. És amikor, hát ez sokáig lázas voltam, és egyéb tünetem nem volt. És egy olyan 3 év után derült ki, hogy ez a vesém rendetlenkedik. Na, 3 évig, mondjuk a lázad volt, azért vagy kaptál gyógyszereket. Antibiotikumot. Mit sejtettek? Szóval addig úgy mi volt a romban? Nem nagyon, semmit. Semmi, hogy nincs akkor oka. Akkor még nem volt a rutin laborvizsgálatok között a vesefunkciók mérése, és így kaptam antibiotikumot, akkor jobban lettem. Akkor többféle orvoshoz elküldtek, és nem... És úgy az... semmi különösebben, és akkor végül is a kis professzort szeretném megemlíteni, aki sajnos már nincs köztünk, de nekem egy nagyon... nagyon fontos ember volt az életemben, és akkor ő diagnosztizált, és ő is kezelt sokáig. Hát azért mondjuk 2,5-3 év bizonytalanság ebben a dologban azért eléggé felemészi az embert, hát, úgyhogy ilyen szempontból már lehet, hogy jobb is, mert majd eljutunk oda a beszélgetésben, amikor már kiderül egy diagnózis, és az ember el tud indulni valami úton. Zsuzsa, vérnyomás? Igen, én pénzügyi vezető voltam egy cégcsoportnál, és hát elég stresszes volt a munka, és ugye magas a vérnyomásom, hát a stressz miatt, és a házi orvos mindig felért nekem vérnyomás csökkentőt, kipróbáltuk, nem használtak, és jött egy új házi orvos, és mondta, hogy azért most már annyi mindent kipróbáltunk, hogy csináljunk már egy ilyen nagy labort, nézzük meg, és akkor megnéztük, és mindenhol csillagos volt az eredmény, tehát nem volt jó, és akkor na, akkor ez biztos valami hiba van, akkor legyen még egy vizsgálat, és akkor elkezdődött egy MRI, CT, mindenféle vizsgálatok, és akkor derült ki, hogy beteg a vesém, akkor olyan 15%-ban működött, de addig nem is volt jele, csak annyi, hogy magas volt a vérnyomás. Hát azért is kérdeztem, meg indítottunk végül is ezekkel a tünetekkel, mert hogy nagyon sok beteg arról panaszkodik, hogy most a néző, akinek nincs semmi baja, elkezdi keresni, hogy hol van a veséje, és összefüggésbe hozza, hogy ott valami fáj. De hát ez sokkal alattomosabb ez a dolog, ugye? Hát nekem például semmi kiderül. Nem fáj. Azért mondom. Én az az ügyes vesebeteg voltam, akinek semmi nem fájt, és semmilyen tünete nem volt, leszámítva ezt a lázas állapotot. Na jó, de és most akkor... már a rutin laborvizsgálatokban benne van a vesefunkció, úgyhogy ez egyből kibukik. Jó, de hát amikor azt mondod, hogy itt évekig már, akkor azzal a lázas tünettel ez összefüggésbe hozható lett volna, sokat romlott neked az alatt az állapotot? Tehát hát ha mondjuk megsporoltad volna ezt a lázas... Nem tudom, én már egy nagyon rossz állapotba kerültem a professzor úrhoz, és akkor ő egy olyan 5 évig nagyon-nagyon pontos gyógyszerezéssel így fenntartottuk ezt, hogy nem volt szükségem vesére, és akkor egyszer csak eljött az az állapot, amikor meg már igen, egy biopszia után. Aha. És az elkeserítő az embernek persze, amikor megkap egy ilyet, nekem de igazából nagyon nagy hogy szerencsém, mondták? Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert a professzor úr egy olyan orvos volt, aki megkövetelte azt, hogy mi tudjuk a saját állapotunkat, hogy mi várható, mik a kilátások, és rengeteg információt adott, ami szerintem ebben a betegségben is borzasztó fontos, hogy a betegeket informálják, tudják, hogy mik a lehetőségek, tehát hogy ez egy nagyon rossz szó lehet, de hogy menedzseljük a saját betegségünket. És azért én azt sejtettem, hogy lehet, hogy ez nem fog azért életem végéig gyógyszerekkel sikerülni. Tehát tovább sikerülni. Gondolja ezt az ember, és ez azért idegileg, lelkileg. Tehát engem nem ért teljesen váratlanul az a hír, hogy akkor most eljutottunk odáig, hogy vagy élő donor, vagy dialízis. Nagyon fontos, engem nem dializáltak, tehát én predializáltként kaptam a,
a vesét. Hát mert élő donoros átültetésről nem minden élő donoros jelenti azt, hogy fedélzett állapot. De igen, akkor jött ez a diagnózis egy december 23-ai esti órában, amit sejtettem, hogy nem lesz jó, hiszen általában az orvosok nem szoktak karácsony előtt egy nappal este behívni a betegeket. És hát nagyon nyilván nem fogadtam, tehát először a legtöbb élő donáció úgy van, de ezt majd megerősíted, vagy cáfolod, hogy köszönjük szépen, de ezt nem fogadjuk el, mivel ugye szeret, vagy távoli érzelmi rokon is, tehát egy nagyon közeli barát, vagy családtag adhat szervet, ezért az egy természetes reakció mindenkibe, és ha érintett nézi, nagyon fontos, hogy mindenkinek az az első reakciója, hogy hát nem. Hát mert ennek megvan a lélektana, ugye? Persze, nekem viszonylag gyors volt ez a lélektan, mert nekem egy 2,5 hét volt, tehát de 23-tól január 4-én kezdtük a kivizsgálásokat, de nem mindenkinek ment ez ennyire. Persze, meg előre is taladjunk a történetben, mielőtt arról beszélünk, hogy ugye mind a ketten transzplantáltak vagytok, szóval te hogy fogadtad, hogy volt az, amikor az orvos már tényleg rájött erre, és mennyire volt, tudod, nem köntörfalazott, hanem mennyire volt tényleg tárgyilagos, és elmondta, hát, hogy itt nagy baj van. Igen, eléggé tárgyilagos volt, és ugye rengeteg vizsgálat után elkerültem a nefrológiára, és akkor ott gyakorlatilag mondta a doktor úr, transzplantáció, meg a dialízis, megnéztem, hallgattam, és ezzel nem értettem, hogy nem értettem, hogy miről beszél, és mentem ki, hát ugye 12 éves volt a fiam akkor, hogy akkor most mi lesz, vagy hogy lesz. És az ember jobban rágondol, ugye, és nem önmagára, hanem egyből ugye persze, a gyermekre. Hogy akkor ki fogja őt felnevelni, és ugye hát abból, tehát maga ez a szó, nagyon sokáig kimondani sem tudtam, tehát annyira megütött és annyira nehéz volt, és akkor volt egy ilyen 2-3 hónap összeesés, mikor ez a most mi legyen, és akkor találkoztam valakivel, aki rákból gyógyult, és valahogy ő volt az, hogy akkor én is meggyógyítom magam. És akkor elindultam egy úton, most itt gondoljam, hogy arra, mint akár a természetgyógyászat, vagy ez a jóga, és így van, elindultam ezen az úton, és elkezdtem úgymond öngyógyítani magam. Igen, hogyha az épp testbe épp lélek, hogyha rendbe teszem magamat belülről, akkor én képes leszek arra, hogy meggyógyítsam ezt, ez ilyen egyszerűnek tűnt végül is, és akkor nagyon-nagyon sok mindent csináltam, nagyon sok mindenkivel találkoztam. Volt ebben egy kis kapkodás, és most mindamellett, hogy majd elmeséled, hogy egy ideig ez segített, de hogy igen, aki amit mondott, akkor kipróbálom, igen, mert az ember ilyenkor azért mindenben elkezd bízni, ugye, vagy nagyon kapaszkodót találni. Nagyon sok téves utam is volt, de abból is tanultam, nagyon-nagyon sok segítővel találkoztam, és végül is ez 5 évig tartott ez az út. Nagyon megváltozott. Kaptam gyógyszereket, jártam rendszeresen a nefrológiára, és a doktor úr meg is jegyezte, hogy szemmel látható, tehát maga az eredmények igazolták, hogy nekem valahol igazam. Mert a szintet tudtam tartani, tehát nem lettem jobban, de nem romlott igen az állapotom. És ezzel az 5 éves munkával, hogy így mondjam, önmunkával megváltozott a hozzáállásom, megváltozott a családhoz, tehát ugye az egész életem szinte felfordult, és eljutottam oda, hogy az a megoldás, tehát hogy elfogadó lettem azzal a megoldással szemben, hogy akkor ez a transzplantáció fog nekem segíteni. Csak kíváncsi vagyok, hogy mondjuk mennyit tudtatok az ilyesmiről, mennyit tudtatok akár a vese betegségekről, vagy egyáltalán transzplantációról, mondjuk ahol családban van mondjuk érintett, hogy valaki hozzátartozó, mondjuk a múltban beteg volt, talán többet, de mondjuk a családban volt... Senki, úgyhogy én semmit nem tudtam. Azt tudtam, hogy van olyan, hogy élő donáció, és mindig nagy tisztelettel gondoltam a donorokra, hiszen itt... Én nagyon kiemelném, hogy itt ők a hősök, mi csak haszonélvezők vagyunk. Tehát ez abszolút így van, de én semmit nem tudtam, nekem ismét csak ki tudom emelni a kis professzor urat, aki viszont az első pillanattól kezdve képbe helyezett engem, és el is várta, hogy én ezt tudjam, meg utána nézzek, meg mondjam, tudjam, hogy melyik lelet, vagy melyik labor eredmény mivel függ össze, úgyhogy én itt komoly edukációt is kaptam. Hát, mert ez fontos lenne, hogy lehessen kérdezni, merni kérdezni, pont ezért, mert az ember annyira tudatlan egy ilyen helyzetben. Igen, és én nem kaptam ilyen jellegű segítséget, tehát én nagyon ilyen autodidakta módon próbáltam magam megismerni, vagy mi az, amit nézni kell egy labor eredményen, és neked a nehéz volt. Az apukám beteg volt, de igazán mikor ő meghalt, akkor derült ki, hogy a veséje volt beteg. Tehát, hogy őt tényleg nem ismerték fel, ő
tipikusan az volt, aki nem volt beteg, és összeesett az utcán, és beteg annyira. De akkor ilyenkor azért úgy eszedbe jut, hogy... De az volt az érdekes, hogy annyira a munkámra fogtam ezt az egész dolgot, hogy nagyon nehezen állt össze, meg azt mondták az orvosok, nekem krónikus vásárléktelenségem volt, hogy magát a hajlamot lehet örökölni, de magát a betegséget, tehát így, hogy örökletes, az nem. És akkor ugye én ezzel az életmóddal, hogy ilyen stresszes életet éltem, meg ilyen munkám volt, én erre tudom be, hogy itt tettem rá erre a dologra, hogy akkor még beteg lettem. Na hát, de hát hála Istennek, itt vagytok, jól Igen. vagytok, már azért jócskán elteltek évek, de az ember tényleg hogy fogadja azt, amikor azt mondják a családban, szinte a legfontosabb hozzátartozótól kapja meg majd az új vesét. Ez hogyan derült ki, hogy mondjuk ki lesz alkalmas a családban, és megélni mind a kettőtöknek azt, hogy ez mivel jár, és mondjuk ahogy mondtad, hogy őt tartott fontosabbnak, azért ezt... Na most nálunk ez egy speciális helyzet, nekem nagyon jó viszonyom van anyukámmal, előtte is volt, most is az. És még igazából tehát nagyon sok orvoshoz jártam, nyilván én is ugye az állapotomból kifolyólag, ahol sok helyen várni kellett. És akkor mi mindig a mamával mentünk, mert olyan jól el vagyunk együtt, és hogy ne kelljen nekem egyedül ülnöm. És igazából ő teljesen tisztában volt az én állapotommal, és mai napig nem vagyok benne biztos, hogy a professzorul ők beszéltek ezt, majd tényleg meg is kérdezem, ha most így felmerült, hogy beszéltek ők a hátam mögött, idézőjelben, hogy lehet olyan, hogy nekem vesére van szükségem. És ugye hát akkor, amikor ezt a diagnózist én megkaptam, akkor is együtt mentünk, meg együtt voltunk, és ő ott rögtön annál az asztalnál mondta, hogy hát ez nem is kérdés, akkor mikor kezdjük a kivizsgálásokat. Itt igazából nekem kellett volt azt, ami... ez a ne, anyuk, ne. Hát persze. Abszolút. Hát és a sokáig teljesen... tart, ez napokig, hetekig is lehet, hogy nekem, itt szorított az idő, nekem is emiatt nem lehet. Nekem 2,5 hétig tartott, tulajdonképpen a karácsonyi ünnepek alatt gyorsan volt, kellett. És itt nagyon kiemelném a család szerepét, hogy engem egy ilyen nyomás alá helyeztek tulajdonképpen, tehát a barátaim, az orvosaim, mert több volt az orvos barátaim, a családom, mindenki azt mondta, hogy de értsen meg, hogy ez nem az én felelősségem, ami nagyon fontos, és itt kiemelném, hogyha esetleg érintett nézi, hogy nekünk az a döntésünk, hogy igen, elfogadjuk, de utána van egy több főből álló orvosi csapat, aki végül kimondja azt, hogy igen, adhat. Mert nekem a mama hiába mondta, hogy inkább őt dializálják, ő akkor is odaadja a vesét. Istenem, ezt még így is nem érintettként is megérinti az ember. Na de olyan nincs, hogy inkább őt dializálják, csak én legyek jól, mert a donor egészsége mindig az első. De hát nálad is nagyon közeli, ugye édesanyjait, meg a testvéred. Testvérem, igen, igen. Nekem is, ahol kiderült a betegségem, anyukám rögtön mondta, hogy ő fölajánlja a vesét, de mivel ennyire nem voltam elfogadó, ezért nem is hallani sem akartam, és ugye eltelt az idő, és akkor ő folyamatosan mondta, és akkor én agyban eljutottam oda, hogy akkor ez a megoldás. És akkor ő egyszer mondta, és mondtam, hogy rendben, akkor utána járok, megkezdem a klinikán, hogy kell ezt elintézni. És akkor a testvérem jelentkezett, hogy na nem gondoljátok, hogy nélkülem mentek, és akkor kérdeztem tőle, hogy tehát utána leültünk beszélni, hogy ez hogy jött, és ő azt mondta, hogy látta, hogy mennyit küzdöttem az elmúlt 5 évben, és hogy ezért szeretne nekem segíteni, és hát nagyon, nagyon meglepett, mert jó testvérek voltunk, de azért ez egy más. De aztán másfajta dolog. Az ember. Igen, igen, és nagyon-nagyon aggódtam érte, mert ugye rengeteg vizsgálatnak vetik alá donorokat, és mindig mondták a klinikán, hogy ne izguljak, mert itt nem az a lényeg, hogy én meggyógyuljak, hanem hogy ő az egy vesével 50 év múlva is egészséges legyen, tehát hogy ezért zajlanak ezek a vizsgálatok, és akkor megnyugodtam, és de azt mondtam a testvéremnek, hogy ha a műtőasztalról áll fel, és azt mondja, hogy meggondolta magát, én azt is el fogom fogadni, tehát hogy semmilyen formában nem, de aztán végül is megvolt a műtét. Hál' Istennek anyukám is alkalmas lett volna, ő is alkalmas volt, de aztán végül is a testvéremet választották, mert hogy a regeneráció miatt ez fontosabb. Zsuzsa, mit lehet erről elmesélni egy akkor 12 éves gyereknek, amikor elkezdődött ez az egész? Mert aztán, ahogy teltek az évek, már egy kész Igen. kis felnőtt lett, mire sor került el, de ennek biztos, hogy megvoltak a fázisai, vagy a folyamatai, hogy te mit mondasz el, mit tud ebből értelmezni, és azért akármennyire gyerek, azért azt leveszi, hogy véletlen elveszítheti, mondjuk éppen. Ez így van. Nem szabad erről úgymond súlykolva beszélni, de biztos, hogy ott volt, nem? Ez így van. Az anyukáját. És ugye mi ketten voltunk, tehát azt látta, hogy én nagyon megijedtem, meg hogy aggódtam. Aztán, amikor úgy
megkaptam, akkor ugye annyit mondtam neki, hogy kiderült, hogy beteg a vesém, egy gyógyszereket kell szednem, ezt láttam, tehát hogy ez titoktagadhatatlan volt az a rengeteg gyógyszer, amit folyamatosan szedtem. Aztán, amikor rosszabb lett és dialízisre került sor, nekem kellett járni dialízisre, akkor szintén, de hát akkor már ugye 16 éves volt, akkor valahogy, mert én is igyekeztem úgy megoldani, hogy valahogy belefért az életben, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem vettem el se tőle időt, sem magamtól, mert próbáltam azt a dialízis időt hasznosítani, és igazándiból sok mindent nem beszéltünk mi erről. Próbáltam mindig megnyugtatni, mindig úgy magamba próbáltam ezt lerendezni, hogy ő ne aggódjon, de végül is kiderült utána, amikor már megvolt a műtét, hogy ő nagyon-nagyon folyamatosan olvasott utána, tehát hogy egy-két dologban még többet is, meg tájékozottabb is volt, igen, tehát hogy őt meghallgatta, hogy én mit mondok, és ő is olvasott utána, tehát érdekelte a dolog, de nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van, és ez még jobban hát ez megerősített fontos, minket. Van, igen. Megerősített, meg hát megerősítette, hogy mondtad, hogy édesanyjáddal is persze mindig is jó volt a viszony, de lehet, hogy ez átfordult, hogy most már egyrészt nem... Tínédzser években jó, voltak konfliktusaink. Hát ez természetes, de hogy nem is hiszem, hogy ez akár egy családi összejöveteleken is mondjuk beszédtéma legyen, mert ezen már szerintem úgy túl vagytok. De az a fajta féltés, hogy lehet, hogy már nem is annyira magadat félted őt jobban, persze. Vagy hogy az ő egészsége, vagy igen. Nálad is a testvéred, igen. Ez azért megjelenik, ugye, hogy ez úgy nem marad abban. Hát az ember, akit szeret, azt félti. Tehát én azért féltettem nyilván a mamát, ő meg nyilván azért ajánlotta föl a szervet így első, vagy az első pillanat előtt, hogy, mert ő meg félt engem. Tehát szerintem ez egy ilyen oda-vissza játszma. A másik az, hogy én sem beszéltem ugye transzplantáltal mielőtt, néha műtétre kerültem volna, én nem ismertem semmilyen csatornát, és mi azért csináltuk az átszervezés alapítványt, hogy meg lehet minket nézni, tehát a transzplantáció nincs ránk írva, szerintem bármelyikünkkel találkozik az utcán, senki nem mondja meg, hogy mi körülbelül, mert Zsuzsa 12 éve, én 11 éve élek, ugye, vendégmunkással. Ezt így hívod? Krumpinak hívom egyébként, de nagyon sokan elnevezzük egyébként. De érdekes, igen. És hát tartjuk a születésnapokat, nem tudom, ti igen. Múlt héten volt. Igen. Múlt héten volt. Nekem április 27 a második szülnapom, tehát mi ezt mindig megünnepeljük, amivel utazunk valahol, vagy valami, ami rólunk szól. Tehát, hogy nekem például azért is lett az alapítvány, hogy tudjanak, mert az orvosok ugye lexikálisan tökéletesen el tudják magyarázni, mi fog ránk várni. Hát mi meg átértük, és ezért tudunk segíteni esetleg. Az alapítványról, mindenképpen az átszervezés alapítványról még beszélünk, de lehet, hogy édesanyád sem mondott el neked mindent, hanem Barna doktor úrral beszélte meg a történteket. Úgyhogy alapvetően érkezik most a stúdióba egy számodra nagyon kedves orvos, hiszen a Nappaliban doktor Barna is már belgyógyász, vesegyógyász vár bennünket. Orvosként nem győzi hangsúlyozni, hogy a magas vérnyomás és a cukorbetegség mind-mind kockázati tényezők lehetnek egy későbbi vesebetegségnél. Úgyhogy gyertek, menjünk át, mert a doktor úr már vár bennünket. Jól mondom akkor, hogy lehet, hogy vannak olyan mondatok, amik Kata előtt nem hangoztak el, de a doktor úr bizalmasan sok mindent tudsz. Ha így teszi fel a kérdést, akkor csak azt tudom mondani, hogy az alapstatisztikánk az tényleg arról szól, hogy a cukorbetegség, a magas vérnyomás betegség a leggyakoribb oka ennek. De hát persze számos egyéb tényező is van, amit Kata is itt elmondott, ugye a visszatérő húgyúti fertőzések, a krónikus vesemedence gyulladás ugyancsak szerepet játszik, különböző immunológiai eltérések, és körülbelül egy 5-10%-ban veleszületett fejlődési rendellenességek okozzák majd a végstádiumú vese elégtelenséget. Hogy miket mondunk és miket nem mondunk, nagyon sokat mondunk. Hát nyilván én általam is rendkívül módon tisztelt Kis István professzor, aki Katát gondozta, azért az megkérdőjelezhetetlenül azt gondolom, hogy kiváló humánus emberként biztosan segítette a hozzáfordulókat, és hát mi is igyekszünk ezt megtenni. Miért ennyire fontos szervünk a vese? Mert hogy az kiderül, hogy nagyon fontos, de rengeteg ember nem tudja, hogy igazából mit is csinál ez a szerv, vagy mit nem csinál, hogyha éppen baj van vele. Hát nagyon sok mindent csinál, ha ilyen csúnyán akarjuk mondani, hogy csinál, de az egészen biztosan, hogy a sóvízháztartásban kiemelkedő szerepe van, és innentől fogva minden, ami a folyadékszabályozással kapcsolatosabban kiemelt jelentősége van, speciális hormonokat termel, akár a D-vitamint, akár a
vörösvérsejt képzésben szerepet játszó eritropoetin a csont ásványanyag tartalmában kiemelt jelentősége van. Szóval sok-sok olyan, ami nélkül nem nagyon lehet élni, mint ahogy itt is látjuk, klasszikus értelemben méregtelenít, tehát azokat a kóros fehérjéket eltávolítja a szervezetből, amely ugyancsak az agyban, a vesében, a szívben és egyéb helyeken jelentős károsodásokat okozhat. Ugye nagyon sok mindenről hallunk, itt a vesegyulladás, a vesekő, hogy még ne jussunk el feltétlen a transzplantációk, vannak akut, meg vannak krónikus vesebetegségek, szóval számtalan formája érinthet bennünket. Ennek mennyi része olyan, amit örökletesen hozunk? Mondtam, hogy körülbelül 10% az, ami az örökletes. Hát nyilván azokban a családokban, ahol van ismert módon, mondjuk policisztás vese, vagy valamiféle olyan vesebetegség, ami halmozottan előfordul, azok egy kicsit olyan szempontból kedvezőbb helyzetben vannak, hogy azokat ellenőrzik, kontrollja járnak, szüleiket, testvéreiket és minden egyebet egy jó gyerekgyógyász, vagy egy jó felnőtt gyógyász kellőképpen ellenőrzi. Persze vannak olyanok, amik sokkal alattomosabban jönnek elő, és ezek az igazi nagy veszedelmek. Ezek igazi nagy problémákat jelentenek, mert alapvetően a vesekövességgel nincs probléma, mert azzal éjjel háromkor is az ember elmegy orvoshoz. Ugye azt szoktuk mondani, hogy férfiak nagy részét nem is, hogy szoktuk mondani, de hát az összes férfinek életében a 10%-nak van egyszer kőürítése. Nőknél egy kicsit kevesebb. Aztán van egy ilyen észak-déli irány, amikor van, ugye gyakrabban van a déli országokban, ahol kevesebb folyadékot fogyasztunk. Tehát nyilván a vesekövesség az egy akutan jelentkező történet. Ott már sokkal inkább akkor van ennek jelentősége, ha kétoldali, meg valami nagyon speciális vesekőürítés van, de ezek a ritkábbak. Azért akarnék maradni inkább a befolyásolható kockázati tényezőknél, mert azért a magas vérnyomás betegséget és a cukorbetegséget azt lehet kezelni. Nem csak orvosként, hanem akit ez érint, az nagyon sokat tehet azért, hogy ezek a kockázati tényezők jelentősen csökkenjenek. És azt gondolom, hogy azért is kell erről leginkább beszélni, mert hogy itt évekig húzódhatnak olyan tünetek, ugye, tulajdonképpen rejtetten ott van, és különösebb fájdalmat nem okoz, aztán a végén mégis kiderül, hogy itt a vesével van a gond. Hát ezért van nagy jelentősége a családorvosoknak, akik a legkisebb tünet és panasz esetén ajánlott módon elvégzik a részletes laboratóriumi vizsgálatokat, vagy elvégezhetik, vagy illene elvégezniük, azt gondolom, hogy nagy részük most már el is végzi, és akkor ennek tükrében váratlanul terülhet neki, nem csak vesebetegségek, májbetegségek sem adnak nagyon sokáig semmiféle tünetet, szívbetegségek is nagyon sokáig rejtve maradnak, és egyszer csak, amikor megérkezik az igazi probléma, akkor bizony eléggé késő szokott lenni. De ez években mérhető, sok-sok évben? Tehát most gondolok például olyanra, hogy már mondjuk fiatal korban ott van valami jel, aztán eltelnek akár évtizedek, és akkor hozhat valamiféle gondot. Nincs általános válasz. Tehát van olyan, hogy amikor valakinek, maradjunk a cukorbetegségnél, akinek fiatalkori cukorbetegsége van, ha az kellően egyensúlyban van, ha az folyamatosan gondozzák, akkor igen nagy mértékben, akár 30-40 év múlva jelentkezik csak a vesebetegsége. Ugyanez érvényes fiatalkorban kezdődő magas vérnyomásra. Ha ez kellően egyensúlyban van, akkor ez messze-messze nem olyan, hogy egyszer csak megérkezik. Tehát ezek gondozást igényelnek, ellenőrzést igényelnek a beteg szempontjából és a táplálkozás szempontjából. Fizikai aktivitást szoktuk mondani, hogy aki dohányzik, az minden egyes tényezőben a leghatékonyabb módon szűkíti az erejét, tehát ez is ellene van. A nátrium fogyasztása jelentősen befolyásolhatja, hát miket mondjak még el, hát az egész nefrológiát csak nem mondhatom el néhány másodpercen. Persze, de például dialízist meddig bír egy ember? Meg hát úgyis azt fogod mondani, hogy nem, ebben sem tudunk általánosítani, de hát ezeknek azért biztos, hogy van egy hát határa. Ugye, nem hiába ez a jó megoldás mondjuk itt a hölgyek esetében is, hogy aztán kaptak új szervet. Nagyon sok beteg jár hozzánk hosszú-hosszú évek óta, akiket vesepótló kezeléssel tartanak egyensúlyi állapotban. Attól függ, hogy milyen állapotba került be a vesepótló kezelésre. Ott is többféle modalitás vagy lehetőség van. Van a hemodialízis, tehát vérből kiszűrik. Van olyan, aki otthonában peritoneális dialízissel tartja magát egyensúlyba. És az egy kicsit olyan szempontból sokkal jobb, hogy aktív részese ennek a történetnek, és nem csak átadja magát másnak, hogy csináljatok velem valamit. Uh-huh. És hetenként 3 alkalmat eltölt 3-4-5-6 órát is, azt szerint, hogy mennyi a kettő közötti időszak.
És akkor azt kérdezte, hogy mennyi ideig lehet valakit dializálni. Hát van olyan betegünk, aki 20-25 éve jár hozzánk, és visszatér, és a vesepótló kezeléssel azokat a szövődményeket próbáljuk rendezni, amelyek nem csak a vesebetegséggel, hanem egyebekkel áll összefüggésben. Nem a vesebetegségben halnak meg ezek a betegeink. Tehát nagyon rossz ilyet mondanom, hogy meghalnak, de hát valójában sem a dializált, sem a transzplantált beteg, hát hiszen van működő vesepótló kezelés. Az a nagy kérdés, hogy milyen szívérrendszeri betegség érkezik meg, milyen agyi szövődmény érkezik meg, és ebben van nagy jelentősége annak, hogy a gondozó orvos minden egyes részére hogyan tud ezzel kellőképpen hát segítséget adni és megelőzni az igazi problémát. Ezért hatalmas dolog, főleg, hogyha azért egy ilyen élő donoros átültetésre kerül sor, mennyire lehet ebből gyorsan felépülni? Mennyi volt az, amit akár kórházban kellett tölteni, vagy otthon? Vagy akkor inkább úgy kezdtem, hogy munkába szeretne újra állni az ember és egészséges életet élni? Azt hiszem, hogy elég gyorsan ment. 6 éjszakát voltunk talán a transzplantációs klinikán. Ezt is nehéz általánosítani, ugye attól függ, hogy milyen munka. Tehát nyilván egy fizikai munka az megint más, mert hát azért akárhogy is van ez mindkét részről, a donor részről is, meg részünkről is egy műtét, tehát egy szép nagy vágás. A donoroknak ugye laparoszkópos eljárással csinálják, talán most már az összes műtétet, persze, ezt mondhatom tanár, ugye? De hát azért őket 3 nap után, ha minden rendben van, akkor haza szokták zavarni. Van egy 3 hónap nekünk, amíg mondjuk jobb, hogyha izolálva vagyunk, és az is egy nagyon általános tévhit, hogy nem kell steril szoba. Tehát ez vese átültetés, de kérem szépen Nem, ez teljesen jogos, ez így van. A megerősítés, tehát egy vese átültetetnek nem kell steril szoba, de én 3 hónapig otthon voltam. Nekünk október végén volt a műtétünk, a testvéremet hazaengedték, szerintem el 4 napot volt benne, 4 éjszakát. Nekem elindult egy kilöködésem, úgyhogy arra kaptam egy több mint 10 napos kezelést. Én 3 hétig voltam kórházban, tehát november közepén kerültem haza, és januárban mentem dolgozni, tehát otthon voltam ugye az ünnepekre, és de azt mondta a doktornő, hogy azért engedi, hogy menjek dolgozni, mert mi ketten voltunk egy irodában, tehát nem volt, ugye én könyvelő vagyok, tehát nem volt, egy ügyfélszolgálatra nem engedett volna még vissza, úgyhogy ez jó volt, meg a kollégáim is figyeltek rám, tehát mindenki tudta, hogy ha egy picit köhög, akkor nem jön be hozzánk, és ezért én gyakorlatilag 2,5 hónapig voltam betegállományban. És a sportot mikor kezdted? Előtte is volt egy sportos életed, mert én emlékszem, hogy amikor először vesebetegekkel találkoztam, ez a szegedi klinikán volt, és a Szenókratszki professzorral csináltunk sokszor interjút, és én ott találkoztam betegekkel is, és ott olyan boldogan a professzor úr irodájába ki voltak téve azok a sport eredmények és mérkőzések, hogy mennyire fontos ilyenkor a szervát ültetetteknek ez a sport. Szóval hogy kezdtél te bele? Hát az egész így kezdődött, hogy még a kórházban volt, amikor a testvérem meglátogatott, hogy hozott nekem egy szórólapot, hogy ezt neked küldték. És a szervát ültetett szövetségnek a szórólapja volt, amin fel voltak sorolva, milyen sportok vannak, és meg egy nagyon szép vers volt, és az egész olyan megható volt. És a műtét után eltelt, mondták, hogy egy 6 hónapot a sporttal vigyázni kell, és akkor elmentem a szövetségbe, és mondtam, hogy én szeretnék sportolni. És akkor nagyon megörültek nekem, és mondták, hogy mit szeretnék csinálni. Mondom, igazán nekem a tollas tetszett, mert én úgy alapvetően a strandtollasra gondoltam, hogy ott szépen eltollasozunk. És akkor elmentem egy tollas edzésre, és kiderült, hogy hát ez egy nagyon komoly, nagyon komoly sport, és nagyon-nagyon megtetszett, de kipróbáltam mindent, tehát jártam pingpong edzésre, voltam petángozni, voltam bowling versenyen, tehát hogy mindent kipróbáltam. És akkor megragadtam a tollasnál. És akkor most már ez olyan heti aktivitást igényel, hogy olyankor nincsenek barátok, nincsen család, mert mindenki tudja, hogy akkor Zsuzsának ez szent ez az idő. Így van, mindenki tudja, hogy szerdán, pénteken nincsen olyan, hogy színházba megyünk, mert az nekem egy tartós elfoglaltság. Annyiban más ez az egész, mert én előtte is megvettem a bérletemet, egy ilyen 10 alkalmasat, és akkor elmentem egyszer-kétszer, aztán mindig kitaláltam, hogy most elfáradtam, most nem megyek, de itt meg tartozom egy csapathoz, tehát hogy várnak, hogy gyertek edzésre, legyünk ott, és valahogy sokkal fontosabbnak érzem azt, hogy ott legyek, és az amellett imádom is. De azt veszem észre, hogy igazából nagyon sokan ilyenkor kezdik, szóval ezt az orvosok is propagálják, ugye, hogy mozogni kell, és teljes életet kell, és lehet élni. Korábbi évekhez képest ez egy nagyon nagy változás, mert régebben azt tanultuk, azt tanítottuk,
hogy vesebetegek körében nem ajánlott a fizikai aktivitás, mert azokban az időszakokban azt feltételezzük, hogy akkor a vese vérellátáson nem olyan kedvező, és egyéb szervekhez akkor nem jut el a vér megfelelő módon, és akkor ezt ne erőltessük. És aztán körülbelül egy olyan, hát mondhatnám, egy 15-20 évvel ezelőtt egy nagy változás következett be, egy nagy, elegánsan úgy hívják, hogy prospektív, randomizált vizsgálat történt, és kiderült az, hogy azon vesebetegek, akik megfelelő ellenőrzéssel fizikai aktivitást végeznek, azok nem csak testileg, hanem lelkileg is nagyságrenden jobb állapotba keverednek. És ugyanez érvényes arra, hogy a transzplantátok, hát nem véletlen van a transzplantátok világjátéka. Nem véletlen van az, hogy Magyarországon is szervezik a Rembike-ot, ahol transzplantált vesebetegek, meg súlyos vesebetegek, mondjuk most utoljára Balatont körbe kerékpározták. Nagyon nagy szervezést igényel ez a Magyar Nefrológiai Társaságtól, meg akik ebben részt vesznek, de olyan hihetetlen felszabadító örömet okoz, amit csak az érez át, aki valaha együtt volt fizikai aktivitást végző, immáron örömét ebben lelő besebetegekkel. Hát mert ugye ez is arról szól, hogy lelkileg jól kell lenni. Szót hagyd mondjak, bocsánat, itt a kimélésről, csak egy, ezt lehet, hogy talán sem meséltem, hogy én elkezdtem klasszikul mondva gyúrni, ami ugye tényleg, tehát ami nagy súlyok mozgatásáról szól, és természetesen Wagner doktor az orvosom vele szigorúan egyeztetve, és ugye nyilván, amikor ezt elkezdtem, akkor látszott is a vesefunkcióimon, hogy egy kicsit lassabb lett. Viszont ezt tudtuk, hogy vissza fog állni, amikor hozzászokik hozzá a szervezetem, hogy heti 3-4-szer kap egy komoly konditermes edzést. És mára viszont már sokkal jobbak az eredményeim, mint a... Előtte, a, igen, ez így van. Igen. Ez így tehát van. Sokkal én nagyon vérszegény vagyok, még a vérem, tehát a véreredményeim is jobbak lettek, úgyhogy, hogy mondom, én effektíve súlyokat mozgatok les föl. És akkor most az izgőmozgó és sokat sportoló gyerekekről is szó esik, mert hogy eddig felnőttekről beszélgettünk, de hát gyerekeket is érinthet ez a betegség. Úgyhogy dr. Kollánk Zita gyermeknefrológus csatlakozik hozzánk. Köszöntünk szeretettel, Zita. Örülünk, hogy itt vagy. Hát ez egy tudatos választás volt, hogy ezzel foglalkozol? Igazából nem. A csecsemés és gyermekgyógyászati szakvizsgámat követően egy nagy osztályon kezdtem el dolgozni a Betesda gyermekkórházba, és ott minden szakma egymás segítve dolgozik ezen az osztályon, és nefrológusunk nem volt. És akkor teltek, múltak az évek, és mégiscsak megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne egy gyermeknefrológus a Betesdában, és így bevállaltam ezt a szakvizsgát, és végül is el is végeztem, és most már így lassan hárman vagyunk nefrológusok a Betesda gyermekkórházba, és gondozzuk és kezeljük a betegeinket. És hogyha most azt kérdezem, hogy mekkorák ezek a gyerekek, akkor lehet, hogy vissza kell menni az anyuka pocakjáig, mert hála Istennek, ugye most már azért nagyon sok mindent fel lehet fedezni magzati korban, és most igen, akár a vesőihez kapcsolódóan, hogy mi baja lehet egy kisgyereknek? Igen, hát már magzati korban 16 hetesen észleljük a vesékben az elváltozásukat, és hát ijesztő az édesanyja számára, de úgymond egy megnyugvás is, hogy ki lehet deríteni korán ezeket a betegségeket, és tudunk rákészülni, hogy mik azok az első lépések, mikor újszülött kor után, mik azok a vizsgálatok, illetve mik azok a kezelési lehetőségek, amiket meg tudunk tenni ezeknél a babáknál. Ahogy hallgattam itt a beszélgetést, nagyon érdekes volt azt hallani, hogy a felnőtt nefrológia és a gyermek nefrológia mennyire különbözik. A gyermek nefrológiában ugye pici babákról beszélünk, és nagyon gyakran látjuk a fejlődési rendellenességeket, amik a veséket érintik, és nem csak a veséket, hanem a teljes húgyutat érint, és a leggyakoribb a tágulatoknak a jelenléte a mögöttes szűkület miatt. Ezeket nagyon szépen tudjuk már kezelni, és nagyon sok gyerek ki is növi ezeket. Na, ez jó hír, igen, hogy azért ez nem feltétlen hordozd, és ez egy sima vizsgálatnál kiderül. Igen, tehát ehhez nem kell semmilyen speciális dolog. Ultrahangvizsgálattal ezt ki tudjuk deríteni, követjük, nagyon odafigyelünk a gyerekekre, és egy idő után azt látjuk, hogy a gyerek növekszik, a tágulat az ugyanolyan marad, és így kinövik. Na most szülőként azért az engem is érdekel, hogy mondjuk, hogyha keresek tüneteket gyereknél, hogy mondjuk bármi, ami a vesére utalna, akkor a szülő mit tud észrevenni? Hát nagyon-nagyon szerteágazó ez a tünettan a vesének. Vannak egyértelmű tünetek, amit gyerekkorban hiba nem észrevenni a gyermekorvosnak, például, hogyha
a szemödémát vagy lábödémát észlelünk egy gyermeknél, bebizonyosodik, akkor egyértelműen nagyon gyorsan nefrológushoz kell küldeni, mert lehet, hogy egy nefrózis szindrómával állunk szemben, ezt nagyon szépen tudjuk kezelni. 3-6 éves korú gyermekeknél szoktuk látni ezt a betegséget, de ez azért elég ritka. Ami gyakrabban előfordul, az inkább a húgyúti fertőzések. Ott egyértelmű tünetek vannak szintén, magas láz, esetleg deréktáji fájdalom, hányinger, hányás. Itt vizeletvizsgálattal és egy vérvizsgálattal azonnal meg tudjuk állapítani, hogy ez egy húgyúti fertőzés. Antibiotikumot adunk, és szépen gyorsan meggyógyul. Remélhetőleg nem lesz visszatérő húgyúti fertőzés, mint a Kata esetében, nem tudjuk. És akkor ki kell vizsgálni, hogy nincs-e valamilyen olyan ok a háttérben, ami ez visszatérővé válhat. Mert hát milyennek a szülők, ezek a bizonyos éjszakai bepisilések is ugye gondot okoznak, egyből azt gondolja az ember, hogy akkor, ha ott marad abban az állapotban, akkor majd az a bizonyos felfázás, azt már hányszor hallottam fiatal lánykoromban, hogy ne érjen csak eddig a póló, hanem végig, ugye? Mert akkor vigyázni kell nő vagy a vesédre. Szóval ezek azok a dolgok, amikre alapvetően nagyobb hangsúlyt fektessünk, vagy tényleg mit tud okozni egy éjszakai bepisülés, hogyha mondjuk ez gyakori? Hát az éjszakai bepisülés lehet egy tünet, hogyha egyszer fordul elő hosszú idő után, akkor nagyon, nagyon gyanús, hogy egy alsó húgyúti fertőzés áll a háttérben, ezt meg kell vizsgálni, háziorvos megvizsgálja a vizeletet, hogyha kórosat talál, akkor megkezeli antibiotikummal a gyermeket. De ha ez visszatérő és hosszú ideig fönnáll, mondjuk soha nem volt ágytiszta a gyermek, akkor ott érdemes kivizsgálni egy éjszakai bepisilés protokoll szerint, eznek megvan a protokollja, ezt végig csináljuk, és meg tudjuk állapítani, hogy nincsen organikus eltérés, vagy hogyha van organikus eltérés, azt tudjuk kezelni. Én most már hallottam egy kis készülékről, ugye, ami tud segíteni a gyerekeknek? Igen. Nem tudom, hogy képzeljem el ezt, hogy segít nekik felébredni? Igen. Igazából ez egy stopcsengőnek nevezett kis készülék. A éjszaka, amikor elindul a bepisilés, ezt fölébreszti a gyermeket, és egy idő után ezt hosszú ideig kell használni, és egy idő után a gyermek megtanulja azt az érzésre fölébredni, ami a csengő megszólalása előtt szokott érezni. És egy ilyen kognitív funkció kialakítása, ez végül is fölébrednek erre a gyermek. Hát azt gondolom, hogy ezért, hogyha mondjuk veselégtelenségről van szó, akkor főleg, hogyha egy gyerek esetében ilyet észlel az ember, akkor nem csak a szülőnek, hanem az orvosnak is ez egy szívbemarkoló dolog, mert valahogy a gyerekeinket ugye még jobban féltjük. Visszaemlékszel erre, ami nagyon meghatározó volt, nagyon, nagyon azt mondott, hogy ott voltatok a kisbeteg mellett. Igen, hát vannak nehéz történeteink, azt gondolom, hogy minden orvosnak van ilyen nehéz története. Nálunk a Betesda gyermekkórházban égéscentrum vagyunk, és nagyon sok nagy égett gyermek fordul meg nálunk az intenzív osztályokon, de talán egy kislánynak a története az nagyon bennem maradt. Egy esti órákban a szülő fegyelmezni akart az egyéves csecsemőjét, és berakta a forró zuhany alá, és ezt követően betette a kiságyába, és ott hagyta reggelig. A nagymama hívott mentőt reggel, de már olyan sokkos állapotba került be hozzánk ez a kislány, hogy nagyon-nagyon sok kollégám dolgozott az életért. És ez a kislány felépült, viszont egy pár napig veselégtelenség miatt kezelnünk kellett az akut veselégtelenségét, és felépült, és most egy nevelőszülőnél van, de ez a gyermek teljesen megváltozott, mosolyogva jön be a rendelőbe, és mindannyiunknak a szívünk csücske, úgyhogy nagyon szeretjük, és most már ő egy nagy lány. Hát ezeket jó megélni, hogyha ennek persze siker történet a vége. Igen. És hogy mennyire empatikusnak kell lenni a szülőkkel is, ugye, meg megértőnek lenni, mert hát ilyenkor sokszor a szülőnek a legnehezebb, amikor ott van egy beteg gyerekkel az alapítványnál, ezt mennyire érzitek itt az átszervezés alapítvány? Kérdezem úgy, hogyan tudtok inkább segíteni az embereknek? Hát mi az élő donációt támogatását tűztük ki célul, hiszen ott én továbbra is azt gondolom, és szerintem a többiek nevében is mondhatom, hogy az információ hiány, ami borzasztóan, tehát hogy ilyen mendemondák, rémhírek keringenek néha. Sajnos ugye a dialízis központokban, mi végigjártunk annó az összes, talán 5 dialízis állomás maradt ki Magyarországon, azok térnek vissza, akinek valamiért nem sikerült a transzplantációja többnyire. Tehát ezek általában kadáver, azaz halott donorból származóak, és aki ott van és dialízálják, azt látja csak, hogy na megint egy transzplantáció, ami nem sikerült.
és innen nagyon nehéz azt elmondani, és én mindig azt szoktam kérni, akik dializáltak, fordulnak hozzánk segítségét, tehát nem olyan, mint én, akit még ugye nem dializáltak, hogy menjenek vissza, és arra az állomásra mutassák meg, hogy dehogy nem, hát sikerülnek transzplantációk, hiszen ugye a dialízis azért nem egy annyira kellemes, nézek itt Zsuzsán a dolog, hogy oda szívesen utána bemennek még látogatóba. Tehát mi tulajdonképpen abba tudunk segíteni, egyrészt könnyebben kérdeznek talán tőlünk, mint az orvosoktól, hiszen tanár úr is fehér köpenybe egészen ijesztő tud lenni, vicceltem természetesen, tehát van ez a fehér köpeny szindróma, de szerintem ezt mindenki meg tudják azon az oldalon erősíteni, hogy nem mernek néha kérdezni az emberek, most tőlünk meg mernek, és ha mi bizonytalanok vagyunk valamibe, akkor én gond nélkül ráírok bármelyik orvosra, akár tanárúra is, hogy amiben nem vagyok biztos válasz, ugye ez nagyon fontos, én nem vagyok orvos, és egyikünk sem az. De van egy olyan hátterünk, hogy tudunk bárkihez fordulni, hogyha valamiben nem vagyunk biztosak, és ráterelni egy olyan útra információs anyagaink vannak, hogy ne tartsák ezt egy ördögtől való dolognak. Ez lenne a cél, hogy minél több élő donoros átültetés legyen? Elképesztő nehézség az, hogy ki adja. És aki adja, az mennyi ideig lesz utána, és aki adja, én nagyon hosszú időn keresztül, majdnem 20 éven keresztül az előzőekben említett élődonor bizottságban voltam a belgyógyász, ahol természetesen semmi más dolgunk nincsen, mint a donor életének és a donor állapotának az megvédése. És hát innentől fogva a történetünk nagyon nehéz, mert nem csak anatómiailag, nem csak immunológiailag, nem csak egyéb módon kell nagyon egyezni a történeteknek, hanem érzelmileg is. És az elmúlt időszakban nagyon nagy változás van, hogy most már nincs olyan nagyon erős immunológiai egyezésre való szükség, mert vannak olyan készítmények, amikkel ezt át lehet hidalni. Tehát kvázi majdhogy nem a barátja, majdhogy nem az ismerőse adhat vesét. De mindig a legnagyobb kérdés az számunkra, hogy ez mennyi ideig a barátja, mennyi ideig az ismerőse, és mennyi ideig teheti ezt az elképesztő nagy ajánlást, hogy a saját egyik vesét átadja, hiszen nefrológusként hozzám jönnek vissza aztán olyan donorok, akiknek a másik vesékkel valami történt. Hát ez az, hogy ilyenkor ugye azt szoktuk mondani, hogy egy vesében lehet élni, de mi van akkor, hogyha? Nagyon ritka. Ritka? Tehát nem, ez szerencsére igen. Nagyon ritka, és szerencsére nagyon alapos kivizsgálás történik, tehát azért az nem az a jellemző, hogy itt valamiféle történet van, nem. Tehát nem ez a jellemző, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy irodalmi ritkaság, de mégis, mindenhol mindig valami előfordul. Én egy nagyon rossz helyen ülök ilyen szempontból, mert hozzám ugye azok jönnek vissza, akivel probléma van. Tehát, hogyha van 5000 transzplantát, akkor ezek közül az a 12 az hozzánk jön vissza. Tehát nyilván nem így kell erre tekinteni, hogy most akkor aggódni kell, hogy nem adok vesét, mert pont az a felszabadulás történt most meg, hogy adhatom most már nem csak anya, testvér, legszűkebb értelemben vett történetünk, és hát nem vagyunk annyira kitéve a motoros balesetek áldozatainak. Egyébként meg én azt érzem, hogy erről a szervünkről olyan ritkán beszélünk. És most bólogatsz is, Zita. Vajon ennek igen, mi az igen. oka? És most ez egy jó fórum, hogy legalább akkor itt tudunk. Igen, ez szerintem gyerekgyógyászként nekem nagyon fontos a betegedukáció, és erre nagyon ki is szeretném élezni ezt a beszélgetést, hogy mennyire fontos az, hogy tudjunk ezekről a betegségekről, meg hogy meg lehet előzni. Rendkívül sok ajándék van a kezünkben, mivel meg lehet előzni ezeket. Vannak esetek, amikor nem, de ha pici odafigyeléssel tudunk nagyon sokat javítani azzal, hogy is már gyerekkorban odafigyelünk a gyerekeink testsúlyára, a vérnyomásukra, mert sajnos a civilizációs betegség utolérte Magyarországot is, nem csak az amerikai filmekben látunk nagyon súlyos gyermekeket, itt Magyarországon is nagyon sok gyermeket látunk már a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az elhízással, és ez mind 15 éves korban még nem fog a vesefunkció romlani, de mikor eléri a 30 vagy a 40 évet, akkor már az ő erei annyira meg lesznek viselődve, hogy már akár egy 60 éves embernek az erejét viseli azt magán, úgyhogy nekünk gyermekorvosoknak rendkívül fontos feladatunk ez, azt gondolom, hogy tájékoztassuk az iskolás gyerekeket, a szüleiket, hogy oda kell figyelni, igenis, és nem csak belesüppedni a fotelünkbe, hogy ó, semmi baj, majd le fog fogyni, hogyha 20 éves lesz, nem, nekünk nagyon fontos. Időjelként figyelni kell ezeket. A Nemzetközi Vesenap hogyan tud segíteni például? Ez hazánkból indult el egész Európában, tulajdonképpen az egész világon a Nemzetközi Vesenap, ami márciusban
rendezünk, meg kell említeni az eredeti gondolat megálmodóját, Rozivál László professzort, aki elsőként hirdette ezt meg. És tulajdonképpen ez olyan mértékben elterjedt az egész világon, hogy minden évben a Nemzetközi Nefrológiai Társaság meghirdette egy speciális témát, aminek megfelelően a következő évet, vagy egyáltalán rövid távon azt a következő rövid hónapot, aztán az egész évet ennek szellemében kell, hogy vigyük. Az egyik ilyen volt 2 évvel ezelőtt, az volt is, az itt kimaradt a felsorolásunkból, ugye a úgynevezett gyulladáscsökkentők okozta, meg gyógyszerek okozta vesekárosodás, ami megint csak óriási jelentőséggel bír. Ezt azért kell, hogy mondjam, mert azért a belgyógyászat az döntően idős gyógyászat a 50-60 év magasságában, amikor nagyon gyakori ilyen-olyan fájdalmak miatt az emberek nagyon nagy mennyiségű fájdalomcsillapítókat alkalmaznak. Szerintem. És pont a hazai nefrológiai társaságnak volt egy ilyen vizsgálata, amiben azt lehetett mondani, hogy akik fájdalomcsillapítót szednek, 16-20%-oknak veseelégtelenségük alakul ki. Tehát volt a következő ajánlás, az a túlsúlyosság, a következő az az, hogy mennyi folyadékot ígyunk, vagy védd meg a szívedet, védd meg a vesédet. Szóval nagyon sok ezek az információk, és ebben megint csak nagyon nagy segítséget nyújtanak azok a civil szervezetek, akik ebbe bekapcsolódnak, akik ha másért nem, mert hogy gyermek rajzpályázatokat indítanak iskolások számára, ami megint csak azt, hogy megerősíti azt, hogy kell ezzel törődni, ezzel a nagyon-nagyon rejtélyes történettel, hogy azt se tudjuk, hogy van, azt se tudjuk, hogy minek. Az általános iskolában nagyon keveset tanulnak a veséről, gimnáziumban vagy felső tagozatos osztályokban még kevesebbet. A felnőtt egyéneket megkérdezem, hogy értem, mit végeznek, mi az, ami történik a veséjükkel, nagyon kevesen tudnak rá érdemi választ adni, ekkor jut csak valakinek eszébe, ha nincs vizelete, tehát valami egészen furcsa végállapotban kerülnek oda az emberek. Nyilván azok az akut ügyek, amikről az elején beszéltünk, az még inkább megjelenik. Tehát nagyon nagy jelentősége van a vese világnapnak, ami mindig megkérdett valamit, és szerencsés módon a média ebben nagyon nagy segítségünkre van. Az alapítvány kapcsán találkozol olyan történetekkel te is, ami bár érintett vagy, de mégis meghatja az embert? Hát én nagyon furcsa vagyok, ez így nem mindig látszik rajtam, mert olyan keménynek tűnök, de azért tulajdonképpen mindegyik történet nekem megható, aki az átszervezés alapítványhoz kerül. Ma van egy nagyon fontos, egy nagyon, ha mondhatom a nevüket, Lócki családról van szó, ma 5 éve műtötték őket, pont, és ott egy... Hát 71 volt akkor a férj, és a 68 éves feleség adta a vesét, akinek előtte a szívével kellett egy beavatkozást csinálni, és azt megcsináltatta, hogy donor lehessen. Hát szóval én komolyan mondom, én irigylem az ő kapcsolatukat, mert ezt végig olyan szeretettel, olyan odafigyeléssel, tehát ilyen nagyon-nagyon megható volt, de mindegyik történet nekem valahogy hogy megható, és tényleg mindegy, nagyon sok embernek tudtunk már segíteni, de mindegyiknek megvan az a szépsége, hogy valami megható van benne. Persze. Lelkileg meg jó kell lenni, gondolom én, ugye a saját utadat, ahogy bejártad, hogy egyáltalán eljusson oda az ember, hogy akkor higgyen ebben, és jól sikerüljön a műtét. Tehát van, magadat is egy olyan állapotra hozta, Zsuzsa, hogy lelkileg egy békét lej, és hogy ezt megértsd, hogy erre szükséged van. Igen, de muszáj volt. Tehát ez az épp testben, épp lélek, szerintem ez oda-vissza működik, hogy ez meg kell teremteni azt a belső harmóniát. De akkor hogy látom, hogy ez a belső harmónia most is megvan bennetek, úgyhogy ha azt mondom, hogy betegség tudat, akkor hála Istennek nem éltek ezzel, ugye? Nem. És nincs semmi ilyesmi, hogy a mindennapokban ez befolyásolja az életeteket. Nem, szerintem. Benne legalábbis nekem így nincs. Annyi betegség tudatunk van, amit szintén fontos. Egyrészt még annyit hagyd tegyek hozzá az iváshoz, hogy az nem szénsavas üdítőket jelent meg sűrű tömény gyümölcsre, leginkább víz. Az, ami nagyon fontos lenne, tehát oda kell figyelni arra, hogy megfelelő mennyiségű vizet igyunk az egyéb dolgok mellett, illetve a gyógyszer, amit nekünk szednünk kell, addig, amíg bent van a szerv, ez is nagyon fontos, hogy nekem a 11 év alatt egyszer volt olyan, hogy egy koncert miatt, Robbie Williamsről van szó egyébként, aki eltérített ettől, és teljes drámában voltam, tényleg a 11 év alatt egy esti gyógyszert elfelejtettem bevenni, amivel aztán az ég adta világon szerintem, de kérem szépen megerősítés, semmi nem történt, de én drága Wagner doktort másnap reggel
félig sírva hívta, hogy úristen, elfelejtettem bevenni, de arra nagyon kell figyelni, hogy igen, szedni kell a gyógyszert, igen, megadott 12, illetve 24 órába, tehát ezt a transzplantáltak néznek minket, ez nagyon fontos. Akkor is, ha már eltelt 12 vagy 11 év, és nagyon jól vagyunk, a gyógyszert szedni kell. Igen, de ez az egyetlen dolog, ami tényleg emlékeztet erre, és hál' Istennek minden rendben van. Örülök, hogy beszéltünk a betegségről is, meg egyáltalán a vesénkről, a szerepéről, meg hogy sikertörténeteket hallottunk, úgyhogy köszönöm nektek ezt a beszélgetést, a játékkérdés ma így szól. Kitől kapta a veséjét Hollós Kata? Ezt kell nekünk megírni pénteken évfélig. Tudják az e-mail címünket, játékukac@ridikulmagazin.hu, és nyerhettek egy fél éves Ridikul magazin előfizetést. Nézik újra a műsorainkat, a mediaclick.hu oldalon megtehetik, és olvassanak is rólunk a ridikul.hu oldalon. Viszontlátásra!